Bella most érkezett hozzánk képzésre. Ugye a gazdája azt mondta, hogy eléggé fékezhetetlen, amikor kutyák közelébe tartózkodik ez a kutya. Hát ezt így lehet látni is, meg tapasztaltuk mi is. És oda megyek, megpróbálok oda menni a többi kutyához, azt meglátjuk, hogy hogyan is viselkedik. Miért csak ott vannak a kutyák? Gyere csak! Ugye eléggé pörög a kutya. Bella! Bella! Talán még a nevét se ismeri. Bella! Jó reggelt! Bella! Ejjjjjj! Jó, hogy nem 50 kilométer, akkor már elrántana. Bella! Hello! Jó reggelt! Szevasz! Ugye ebből nekünk kell, ebből a kutyából kell nekünk egy engedelmes kutyát csinálni. Hozzáteszem, hogy azért itt a temperamentuma is ennek a kutyának már látszik, hogy ez nem egy ilyen kerti törpe típus, amit lerakok a kertbe, és akkor ott hagyom azt egy hét múlva, és néz ki a fejéből. Tehát biztos, hogy egy jó kis aktív kutya. De hát azért az elvárható lenne tőle, hogy legalább észrevegyen. Bella! Bella! Hát ilyen franc szavakat nem is akarok neki adni, mert ez szerintem a nevét se ismeri, vagy nem is figyel ide. Úgyhogy hiába mondom neki, hogy üljél le, vagy feküdj le. Hát konkrétan annyira nem érdekli a jelenlétem. Gyere Bella! Bella! Gyere Bella! Nézd csak, itt vagyok! Hú! Gyere már ide! Bella! Szevasz! Hello! Jó reggelt kívánok! Hello! Bella! Hát Bella nem figyel. Mai nap kezdjük el a képzését. Hát nem lesz könnyű dolgunk vele szerintem, de hát csak tudunk erre a kabátra is gombot varni, és legalább lesz egy irányítható engedelmes kutyája a tulajdonosnak. Hát azt már így előre mondom, hogy azért neki is föl kell kötni majd a nadrágot. Nem lesz azért ezt a kutyát könnyű irányítani a későbbiek folyamán, de hát semmi sem lehetetlen.